Hivatali visszaéléssel gyanúsították meg Antal Árpád polgármestert, aki állítólag vagyoni előnyökhöz jutott az önkormányzat által kötött szerződéskötés kapcsán. A polgármester 2021. januárjában már tisztázta magát az országos fedhetetlenségi ügynökségnél, az ügynökség azonban közel 3 évvel később mégis panaszt tett az ügyészségen. Lopott személyazonossággal tehettek feljelentést Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere ellen még 2020-ban, a helyhatósági kampány idején. Egy RMDSZ-es önkormányzati képviselő kapott levelet még akkor az Országos Fedhetetlenségi Ügynökségtől, hogy regisztrálták feljelentését. Az illető azonnal jelezte, hogy téves a megállapítás, az ANI ennek ellenére értesítette a legfelsőbb semmitő is ítélőszék ügyészségét. A vád szerint a sepsiszentgyörgyi polgármesternek anyagi haszna származhatott abból, hogy olyan társasággal kötött szolgáltatás nyújtási szerződéseket, amelynek telephelye egy olyan üzlethelységben volt, amely korábban a polgármester tulajdonát képezte. Fogalmunk sincs, hogy miről szól az ügy, tehát valami sejtéseim vannak, de én nem gondolom azt, hogy ez egy komoly dolog ez a feljelentés, amit a fedhetetlenségi ügynökség tett, hiszen egy olyan cikkére hivatkozik, ami teljesen... hát hogy mondjam, nem talál semmivel azzal kapcsolatosan, amit én végzek, úgyhogy én nem kaptam semmilyen értesítést még semmilyen hatóságtól, úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy nekem az a dolgom, hogy vezessem ezt a közösséget és ezt a várost. A polgármester az őt ért vádról is csak a sajtóból értesült, és elmondása szerint egyáltalán nem okoz neki álmatlan éjszakákat az ügy, ráadásul fogalma sincs, mire vonatkozik pontosan a feljelentés. Állítása szerint meglepődött, hogy az ANI egy lopott személyazonossággal benyújtott panasz alapján az ügyészséghez fordult, de bízik abban, hogy mi hamarabb sikerült tisztázni a helyzetet.